A magyar nyelviránti tiszteletre való nevelés, az anyanyelv ápolás, ez a célja a nagy közös versmondásnak, melyet 2012-ben először a magyarországi nyelvőr író Hancár János kezdeményezésére rendeztek meg november 13-án, a Magyar Nyelv napján, és amelyhez azóta is egyre több magyar lakta település óvodása, kisiskolás tanulója csatlakozik. Városunk napközijei sem maradtak ki a közös élményből, így ma délelőtt 10 óra 10 perckor valamennyi intézményben felcsendültek az első versorok. A Zsibongó napközi otthonban mintegy 100 kisgyerek szavalta együtt Jutka óvónéni vezetésével, Tamkó Sirató Károly, Kis Dénes, Bella István, Fecske Csaba és Darázs Endre gyerek verseit. A Zsibongó napközi otthon vezetője Tóth Harsány Éva azt mondta, a magyar nyelv napjának megünneplése, a nagy közös versmondás, olyan esemény, amely a közösségi érzést erősíti a gyerekekben, azt, hogy egy az anyanyelvünk. Az anyanyelvünk a legnagyobb kincsünk, és egy olyan eszköz a kezünkbe, ami értelmi fejlődést nagyban-nagyban elősegíti, amellett a Kárpát haza magyarságát összefogja, és egy ilyen közösségi érzést kelt bennünk, ugye, mert ugyanabban az órában, a Kárpát-medencében minden magyar gyermek ugyanazt a verset mondja, ez egy csodálatos érzés. A másik dolog pedig, ugye ezen a napon azért tudatosítjuk a gyermekekbe, ez is egy alkalom, hogy a magyar nyelv milyen fontos, hogy az anyanyelvünk a legdrágább kincsünk. Az óvodások egy héttel ezelőtt kezdték el a készülődést, ez idő alatt főként a versek tanulásával foglalkoztak, de az anyanyelv a helyes, tiszta beszéd fontosságának kérdéséről is sokat beszélgettek a gyerekekkel. A mai nap sokan színházba mentek, a csoportokban pedig ma még az eddigieknél is több mese, vers hangzott el a kicsik legnagyobb örömére.